Az év utolsó meccsét december 18-án Székesfehérváron játszott a Kisvárda, aztán két hét pihenőt kaptak a játékosok. Igaz, nem teljes pihenőt, mivel a szakmai stáb személyre szabott feladatokkal engedte el a szünetre a futballistákat, akik a felmérések eredményei szerint el is végezték azokat. Az év első kisvárdai edzésén már nem volt ott Román Karasjuk, Tonci Kukocs, Lakatos Csaba és Stavros Cukalász, a bolgár válogatott Janis Karabeljov és a Nyíregyháza Spartakusztól kölcsönbe érkező ötvös Bence viszont már új társaival tréningezett. Megpróbáltunk Révész Attilával azokra a posztokra hozni játékost, akik hiányposztot jelentettek, vagy konkurenciát jelenthetnek azoknak, akik ezeken a posztokon játszhatnak. Ennek megfelelően érkezett a Karabeljov is ugye a középpályára, egy védekező középpályás pozíciót tud játszani. Aktuális bolgár válogatott, hát bízunk benne, hogy tud nekünk segíteni majd. Az ötvös Bence Nyíregyházáról szintén a középpályára érkezett, ott is voltak problémáink az ősz folyamán, ahol szeretnénk esetleg javítani, valamint még várható egy baloldali védő érkezése, ami hiányposzt volt, ugye a Hely Viktornak kellett kényszerből játszani a baloldalon, és szeretném még egy csatárt igazolni. A baloldali védő igazolásáról már múlt időben beszélhetünk, ugyanis a klub csütörtökön bejelentette, hogy szerződtette a 29 éves brazil Mateus Leónit, aki ősszel a bolgár Arda Kázali csapatában szerepelt. A vezetőedző szerint a Kisvárda alapcsapata alapjátéka adott, erre kell építeni a jövőben. A felkészülés az idő rövidsége miatt némileg más a korábban megszokottaknál, de a szakember bízik abban, hogy a játék bizonyos elemeiben előre tudnak majd lépni tavasszal. A védekezésünk azt lehet mondani, hogy rendben volt. Az egyik legkevesebb gólt kaptuk az ősz folyamán a bajnokságban. A játékunk mérkőzésenként rendben volt, rá tudtuk néha erőltetni az ellenfélre az akaratunkat, sőt, én azt gondolom, hogy a labda birtoklásban is rendben voltunk. A befejezésekre kellene koncentrálnunk jobban, elég kevés gólt rúgtunk, viszont ami pozitív volt a támadó részen, hogy rengeteg helyzetet kidolgoztunk, bízunk benne, hogy ezeket a tavaszi szezonban értékesíteni is tudjuk. A Kisvárda január 23-án esedékes Mezőkövesd elleni hazai bajnoki meccsi két felkészülési mérkőzés játszik. 13-án szerdán az NB2-es Kazincbarcikához látogatnak Lukaszék, majd 16-án szombaton az ukrán első osztályban szereplő FC Minaj ellen tartja a bajnoki főpróbás Subka Attila együttese.